Tónászi Magda, március 15, melegebben süt ma a nap, elmúlt már a hosszú tél, minden házon zászlót lenget a víg márciusi szél. Magyarország szabadságát ünnepeljük e napon, háromszínű magyar zászló azért leng a házakon. Tónászi Magda március 15-ére zászlók díszítik ma az utcákat végig. Márciusi szélben szállnak fel az égig. Álljunk meg előttük csak egy pillanatra, emlékezzünk vissza arra a nagy napra. Az a nap a népnek szabadságot adott, mi sem felejtjük el azt a dicső napot. Most szép lennék a tornának, mert Kossuthnak sütege medencet,
Már most nagyon szép ez a március 15-i ünnep. A gyerekek szinte megszentelték ezt a napot. Elnézést egy kicsit, nekem is még össze kell szednem magamat. Nagyon köszönöm Straub Sárának és Straub Milán óvodásnak a verseket, és nagyon köszönöm a II. János Pál általános, katolikus általános iskola diákjainak ezeket a nagyon szép énekeket, nótákat. És akkor rám árult a feladat, hogy megnyissam ezt a kiállítást. Tisztelettel köszöntöm vendégeinket. És hát először alakul úgy, hogy személy szerint én, mint a múzeum vezetője nyitom meg egy kiállítást. Hát aki ismer, tudja, hogy nem vagyok a szavak embere, ezért kérem nézzék el, hogy a jegyzeteimet használjam. Örömmel tudatom önökkel, hogy a 2012. évi március 15-i kiállításunk után, melynek Petőfi emlékezete volt a címe, újra a kiállítással ünnepelhetjük meg március 15-ét. A mostani kiállításunknak 1848 Te csillag, a Magyar Forradalom és Szabadságharc története képes lapokon címet adtuk. A versi tíze természetesen egy Petőfi vers, ezt ugyan nem kell magyarázni, ugyanakkor reflektál a 2012-es kiállításunkra is. Az alcím viszont számos kérdést vet fel. De visszatérve a Petőfi idézetre, feltehetjük immáron 166. alkalommal, hogy mit is ünnepünk ezen a napon. És erre a kérdésre minden évben nagyon sok hasonló és nagyon sok egymástól eltérő, de az értelmezés hangsúlyában különböző választ adnak az ünnepi szónakok. De mindenki minden időben választ akar adni erre a kérdésre. Miért van az, hogy sziklaszilárdan benne él a magyarok tudatában, kultúrájában 1848 emléke? A válasz egyszerűségében nagyszerű. Ugyanis hosszú vajudás után megszületett az újkori magyar nemzet 1848-ban. A nemzet, melynek születésétől kezdve puszta létéért, megmaradásáért kellett küzdenie, amelyet heroikus küzdelme ellenére el lehetett tiporni időlegesen, de nem lehetett megtörni, és amely nemzet 1867-ben feltámadt. Ez az új nemzet, amely már minden magyar érzelmű ember magáinak érezhetett, és érez ma is 1848. március 15-e óta, aki e hazában, és ugye hát a régi nagy hazában született. Lehet légyen nemes vagy jobbágy, arisztokrata vagy zsellér, katolikus, protestáns vagy zsidóvallású, gazdag vagy szegény, törzsökös magyar vagy magyarosodott idegen származású, mind azt az érzést, hogy a magyar nemzet tagja magáinak valhatja. Ehhez az alapot az 1848-as nemzedék rakta le, amely biztosította azt a jogi egyenlőséget, társadalmi változásokat, a későbbi gazdasági fellendülést, amely máig kihatóan zsigerileg benne munkálkodik minden magyar emberben. Ezen alapok létrejöttének, változásainak alakulására történészek, jogtörténészek, gazdaságtörténészek, szociológusok, pszichológusok nemzedékeinek munkássága adhat és ad több-kevesebb magyarázatot. 1848-49 nagyszerű küzdelmét jobban rosszabbul ismerjük, ez a kiállítás is igyekszik, szerintem igen igényesen és tartalmasan múltképünket tudatosítani, pontosítani és árnyalni. Ez a tudományvilága. De van ennél egy sokkal fontosabb, ugyanakkor tudományosan sokkal kevésbé megragadható hatás a modern magyar nemzeteszme kialakulásában. Ez az újkori magyar mitológia, amely az 1848 dicsőséges küzdelme köré fonódik. E mitológia alapja a művészet, mozgatórugója az irodalom. Petőfi, Arany, Jókai és még sok nagyszerű író és költő, felsorolni is nehéz lenne nevüket, munkássága teremtette meg ezt a mítoszt. Nyelvében él a nemzet, tudjuk Széchenyitől, aki 1825-ben
A nemzetiség és nyelv erősítése, terjesztése és pallérozása szent céljára ajánlotta fel az alapítandó Magyar Tudományos Akadémia javára birtokai egy éves jövedelmét. Milyen érdekes és milyen nagyszerű, megmutatva 1848 szellemiségét, hogy az aradi vértanúk jelentős része mégsem magyar anyanyelvű volt. Részben úgymond idegenek adták életüket azért, hogy mi mindannyian magyarok legyünk. Tehát magyarnak lenni nem származás, hanem mindenek felett vállalás kérdése. Büszkék lehetünk és vagyunk őseinkre, és csak remélhetjük, hogy ránk sem csak rossz szájízzel gondolnak majd utódaink. Az emlékezésről jut eszembe, hogy nem méltóképpen gondolunk azon keceliekre, akik részt vettek a sorsfordító idők küzdelmében. Varga István honvéd századosra és Csernák István honvéd főhadnagyra gondolok. Mindketten keceliek voltak. Van, aki hallott egyáltalán róluk. A nevük fel van vésve a keceli szabadságszoborra erősített márványtáblára, ami rendkívül tisztességes és szép dolog, de szinte semmi többet nem tudunk róluk. Pedig egy százados és egy főhadnagyot, tehát tiszteket adott a magyar honvédseregnek kecelnébe. Óriási dolog. Rendkívül büszkének kellene lennünk erre. Bizonyára a kevés adat is közrejátszott abban, hogy emlékük homályba vész. Amit tudhatunk róluk, az a következő. Ugyanis megjelent 2004-ben egy Bács-Kiskun megyei kiadvány, amelynek a címe a Szabadságharc Bács-Kiskun megyei parancsnokai 1848-49. Ez egy kivonata dr. Bóna Gábornak, a neves hadtörténésznek, több évtizedes kutató munkájának, és abból aki szerkesztette, kivette a Bács-Kiskun megyeinek értelmezhető 48-49-es tiszteknek a névsorát. És ebben találjuk meg, itt ez a Keceli Könyvtárban is megtalálható ez a könyv, és hát ennyit tudunk róluk. Én próbáltam utána járni, majd remélem, hogy majd idővel, talán rövidesen is már sokkal, de sokkal többet tudhatunk majd meg róluk. Tehát amit ír ez a könyv. Varga István százados 1811-ben született és 1870-ben halt meg, ugye Kecelen született, magyar-római katolikus, volt tizedes, 1831-45 között az 5. tűzvérezredben szolgált, 1848 őszétől honvéd tűzmester, 1849. január 23-ától tűzér hadnagyként a délvidéki hadszintéren szolgált. Később főhadnagy, majd százados és egy lovasütek parancsnoka a 4. Bácskai hadtestben. És a kiegyezés idején a Kalocsai Honvéd Egylet tagja volt, a Pesti és a Kalocsai Honvéd Egyletnek. A másik Csernák István főhadnagy. 1823-ban született Kecelen, római katolikus, 1841-től közítész, 1848. augusztus 30-tól tizedes a 32. gránátos osztálynál, Budán nőtlen, szeptember 24-től őrmester a fővárosban szerveződő 14. honvédzászlóaljnál, később hadnagy alakulatánál a Feldunai 7. hadtestnél, ugye ez a Görgei hadteste volt mellesleg. 1849. június elején áthelyezik az alakuló 100. zászlóaljhoz. Július 1-től főhadnagy ugyanitt, a tiszai hadseregben a 10. hadtestnél. 1852. augusztus 16-án besorozták régi ezredéhez, 1857. június 30-án elbocsátják. 1867-ben Kecelennél. Mindkét időpontban a Kalocsai Honvéd Egylet, a Kalocsai Honvéd Egylet tagja. Remélem idővel majd helyre kerül emlékük, a keceli tudatban is. Magáról a kiállításról is szeretnék azért elmondani pár gondolatot. Képes a kiállítás Kis Csaba és Turonyi Ágnes munkáját dicséri, nagyon nagy köszönet érte. Miért képes lap? Először ismert a gyűjtő szenvedélye, ez biztosítja számunkra. Másodszor
mert szószoros értelemben képet kaphatunk 1848-49-ből és közvetlen utókoráról. Harmadszor, mert hihetetlen szemléletes eszközt kapunk a kor megidézésére. Ez mód felett hasznos a látogatók, mindenek felett a gyerekek képzeletének megragadására, ugyanakkor élvezetés is. Képeslap? Nem rossz ómen. A világon először éppen az osztrák-magyar monarchiában vezették be 1869. október 1-én a levelezőlapot, amely a képeslap alapjának tekinthető. Ugye erről volt már tavaly májusban egy kiállításunk. Tehát értelmezhetjük úgy is, hogy félig meddig hungarikumról beszélhetünk. Mondhatni az 1848-49-es harcok eredményeként is létrejövő polgári világ emblematikus levelezési formája által idézzük meg azt megalapozó hősi időket. Természetesen, mint az előzőekből következik, nem korabeli képeslapokról van szó, mivel akkor az még nem volt, hanem a közvetlen utókor pár évtizeddel vagy akár egy évszázaddal későbbi időszak 1848-49-ről alkotott idealizált világát láthatjuk. A kiállítás nem csak a történeti hűséget követi, hanem azt a világot is felidézi, amelyben a képeslapok készültek. E tárlat témájában igyekszik felölelni a forradalom és szabadságharc történéseit. Tehát időben nagyjából a teljességre törekszik, térben pedig úgy, ahogyan a felelhető, begyűjthető anyag engedi. Általa sok alapvető információra újraismételhető, ugyanakkor új, érdekes ismeretek birtokába is jutott az érdeklődő. Még egyszer köszönetemet szeretném kifejezni Turnai Ágnesnek és Kis Csavának, hogy áldozatos munkájuk által megszervezhetük ezt a kiállítást. Köszönöm a megjelenteknek, hogy megtisztelték a megnyitót, és mindenek felett köszönöm az óvodásoknak és az iskolásoknak, Straub Milánnak és a Katolikus Általános Iskola diákjainak a kis ünnepi műsort. Ezennel megnyitom a kiállítást. Kérem nézzék meg, és egy kis szerint vendéglátásban is részesülnek a tisztelt vendégek. Köszönöm!